olyan gyönyörű, mint ahogy emlékeztem. Ez itt a tradicionális üvegharang. Imádom a tradíciókat! Először megközelítjük a harangot, majd határozottan megkondítjuk. Most jön a legjobb rész. Az üdvözlőtál! Homok! Végre megérkeztünk! Arra gondoltam, hogy ha marad időnk a sárkány után, akkor talán nem lehetne... Hé, Bubi, tudnál kicsit sietni? Tilos bejönni, súlyos vészhelyzet van. Tudjuk, azért jöttünk, hogy... Van királyi meghívótok? Nos, hivatalosan nincs, de... Anélkül nincs belépés. Tűnés, Rózsika! Oké, ebből elég. Bizonyára van bent valaki, aki eddig... A nagy harang mindjárt ide ér a többiért, és akkor vége! Hol van a sárkány? Nyugalom, azt javaslom, legyünk diplomatikusak. Elnézést az udvariatlan belépőért, kedves üvegpolgárok! Körülzárni őket! Ti átlátszatlan betolakodók! Üvegcse! Na, még nem fejeztem be! Megtisztelő végre személyesen is találkozni önnel, felség. Hercegnő! Úgy örülök, hogy nem esett bajod. Mi nem örülünk. Üvegcse idehozott egy rakás csavargót, ami tökéletes ciki, ám már mint a civilizációnkba. Örök, vegyétek vissza a toronyba, kérlek. De Marcelin, az igazi Marcelin! Ez csak egy senki házi ápolatlan boszorkány. Egyáltalán miért hinnénk neked? Marcelin! Ez csak cukorka. Nem undorító. Oké, bárkik is vagytok, bulizzunk! Franc! Hé, gyere vissza! Hová bújtál, kis haver? Hanghullám? Hé, Marcelin! Add rá a reverbet! Marcelin! Marcelin! Egyen! De jó ég, annyira menő! Meg a boszorkány jelzőt dicséretnek veszem. És most lássuk végre azt a sárkányt. Marcelin! Marcelin!